Sportáknak első felnőtt magyar világbajnoka, nemrég az MTK-hoz igazolt, most a Lisszaboni kontinens tornára készül, Szűcs Kristóf, brazil jiu-jitsu világbajnoka vendégem, és egyébként Európa bajnok is, ez is a tavalyi esztendő egyik eredménye. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok. Na hát mondhatom, hogy nagyon fiatalon óriási sikereket érsz el ebben a műfajban, mert hogy 20 vagy, ugye, ha jól tudom. Igen, igen. Ez ennek a sportágnak a sajátosság, hogy az ember ilyenkor kerül a csúcsra, vagy te a koronat egy kicsit? Hát azért nem mondanám, hogy ennyi idősen kerül mindenki a csúcsra, de én most így korán érő típus vagyok, úgymond. Igen. Mit terelt a műfaj felé egyébként, hogy itt találtad meg végül is ezek szerint a, az utadat? Hát én több küzdősportot is űztem, tehát tradicionális, tradicionális jiu-jitsu-val kezdtem, utána judoztam, keveset birkóztam is, végül a brazil jitsu volt az, ami itt a legközelebb állt hozzám és így ez feküdt a legjobban, mond. Picit segíts nekünk akkor elmélyülni ebben, hogy ez vajon mi lehet, mitől lehetett számodra olyan nagyon vonzó, és miben más, mint azon harcművészetek, amiket említettél, vagy az eredeti, a tradicionális? De a tradicionális jiu az inkább az önvédelemre épül, tehát önvédelmi technikák vannak, nem, nem küzdősport, úgymond. Még a brazil jiu az maga a küzdősport. Persze ez is harcművészet, de ez inkább a versenyzésre koncentrál. Tehát maga a szabályrendszer is úgy épül fel, hogy pontoszható. Igen, pontozható igen. Itt uh... uh -huh. hát szabályrendszerben leginkább a dzsúdóhoz hasonlítanám. Uh -huh. Tehát állásból indul a küzdelem, földrevitellel folytatódik. Annyi a különbség, hogy miután lekerültünk a földre, nincsen vége a küzdelemnek, hanem földharcban folytatódik tovább, és a cél az ellenfélnek valamilyen kopogtatási technikával feladásra kényszerítése. Ez lehet például egy karfeszítés, egy lábfeszítés, vagy egy folytás. Tehát, ha jól értem, akkor gyakorlatilag mondhatni harcképtelentétele? Igen, szempontból. igen. Tehát ilyen szempontból önvédelemben is alkalmazható. <hums> <hums> de inkább küzdő sportként használjuk. Értem, viszont ahogy így, ahogy így mondtad, hogy, hogy, nincs ugye megállás mondjuk egy földre kerülés követően, akkor azért ebből arra következtetek, hogy elképesztő brutális kondíciók kell hozzá, tehát ez egy nagyon-nagyon ember igen, próbálom Nagyon mifajt. keményen előálló képességi Aha. sport, tehát nálunk például 7 perc egy menetidő, ami úgy elég soknak számít, és mondjuk egy világbajnokságon tavaly voltak 86-an a súlyomba, Azt. akkor az olyan 6-7 meccs. Az komoly. Az komoly, hát akkor ez, ez valóban azt jelenti, hogy valami valami emberfeledi kondícióval kell az embernek rendelkeznie. Ezt mindenképp jól fel kell készülni, <gül> igen. <gül> Na most ez egy olyan műfaj, amire az ember azért külön kondicionál magát, vagy azért a műfaj a magával lehet igazából ezt a fajta speciális mélységet megszerezni? Vannak, akik azt mondják, hogy maga az, hogyha sokat küzdünk, sokat edzünk, akkor az elég, én mondjuk külön edzéseket is végzek, külön funkcionális erősítéseket, amik kifejezetten a sportban használt izmokra. Uh -huh. ö funkcionálnak. Uh -huh, tehát gyakorlatilag ez, a, a, amit ma már ugye egyre többet hallunk, funkcionális training, de mondjuk a te feladataidra szabva az, amit mondjuk kiegészítő... Igen, igen. Ez tehát igen kifejezetten lesz. azokat az izmokat erősítem, amiket leginkább a sportban használok. Uh -huh. Igen, de azért mégis azt gondolom, hogy, hogy ezen túlmenő az erőálló képességen túl nyilván kell egyfajta habitus, egyfajta fineszesség, nagyon sok minden ehhez a dologhoz. Ebben a tekintetben ezek szerint te téged jól elereszthet a természet. Hát, igen, igen. Mondhatni, hogy ebben. Igen. Mi, mi ennek a műfajnak egyébként, azért én azt tapasztaltam, hogy bármilyen küzdősportról, vagy valamifajta harcművészetről beszélünk, azért ez egyfajta filozófia nélkül nem megy. Tehát ez a része neked mennyire fontos? Hát nekem nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a baraziljicszó ez nem csak maga a sport, hanem ez egy életforma. Tehát hogyha rendesen edzünk, mellette odafélünk a táplálkozásra, a gondolkodásunkra az az egész össze fog állni, és ebből egy ilyen pozitív dolgot fogunk kapni. Ugye uh -huh. ja, bevezetőben ez is elhangzott és hát láthatom is ugye, hogy az MTK színeiben folytatod. Igen, Ez, ez mekkora változás vagy adott esetben könnyebbség az életedben? Tehát nem tudom, hogy eddig mennyire volt nehéz akár megteremteni a versenyzési lehetőségeket és mindent magad számára. Eddig szponzoroknak, mivel nem olimpiailag támogatott sport, ezért eddig szponzorok segítségével tudtam eljutni a világversenyekre ez az MTK-hez nekem hatalmas segítség, ugyanis így tőlük megkapom azt az anyagi támogatást, aminek köszönhetően még többet tudok versenyezni. Ez azt jelenti, hogy itt most akár egy szakosztály is létrejött, vagy te vagy egyedül? Egyedül sportolóként igazoltak le, tehát nem alakítottak ki külön Brazil szakosztályt. Hát lehet, hogy a te sikereid nyomán akár ennek is lesz jövője. Lehetséges, egyelőre még nem. Mint egyéni sportolót igazoltak le, a harcművész szakosztálya Értem, tehát tulajdonképpen akkor te, te, magad vagy egy szakosztály, ha szabad így fogalmazni ebben, ebben, a tekintetben. Nos, hát a tavaly esztendő az valóban kiemagasló volt, ugye Európa bajnoki cím és világbajnoki cím, illetve van itt ugye még egy olyan esemény, ez a bizonyos Abu Dhabi Pro világbajnokság, ami már, hát már a, mondhatjuk úgy, hogy a krém, de a krém megmérettetése, ugye? Oda is kaptál meghívást. Igen, hát ez egy kvalifikációs verseny, nyertem rá. a uh -huh. kódát. Uh -huh. Ott, ott, ott hogy, hogy képzeljük el? Tehát ott valóban a műfajok legjobbjai találkoznak, ez egy ilyen világcsúcs találkozó? Igen. Tehát megvannak az európai kvalifikációs versenyek, megvannak a világon az összes kvalifikációs verseny, és aki megnyeri a kvalifikációs versenyt, azok kapnak kvótát. És ugye állják az egész úti költséget, uh -huh. mindent. Uh -huh. Az az esemény egyébként, aki ott a legjobbak között van, az az, az minek tekinthető a műfajban? Tehát ők, ők nevezhetjük ezt a műfajon belül, hiszen ez nem egy olimpiai sportág, talán egy picit a, a sportág olimpiájának? Hát azért nem, nem, de ez egy ilyen elit ez egy ilyen elit, megmérettetés. elit megmérettetés. Gondolom, hogy akkor ennek az ezen való minden jobb szereplés a következő esztendő egyik, egyik fontos célja, ugye? Igen, igen, hát tavaly sajnos nem sikerült, most idén még többet edzek és szeretnék. Uh -huh. Na jó, hát azért persze sikerült éppen igen. elég dolog. Na hát akkor mit lesznek ezek a feladatok ebben az évben, hiszen most már azért egy új, új évet és nyilván új tennivalókat. Hát most 2011. januárjában egyből az elején Egészen pontosan a jövő héten az Európa-bajnoksággal fogok kezdeni Lisszabonban. Uh -huh. hát, az most nagyon közel van. Hát igen, már a felkészülés vége felé járunk. Még ez a hét edzés, a jövő hét az már inkább csak pihenés a versenyre. Uh -huh. Utána terv szerint Brazíliába fogok utazni, mivel Brazíliai Együtt, ezért onnan ered a sport, és uh, ott vannak az egyik legjobb felkészülési lehetőségek, és ott terveztem, hogy uh, folytatom az edzéseket. Uh -huh és onnan fogok menni a következő világversenyekre, mint például a Panamerika bajnokság ezen még nem indultam soha, ez most lesz így az első alkalom, majd az Abu Dhabi Pro, és végül a világbajnokság május végén. Az igen, akkor ez most azt látom, hogy a következő öt hónapra elég tele van a dolog. Igen, nagyon sűrű fél év. És egyébként, ha már visszatérünk, mert nagyon sok sportágon kérdés az, hogy egy szezonban hányszor tud az ember csúcsformát futni. Ez azért a te eddig, eddig zajló alapozásod, felkészülésedben egy, egy előre betervezett dolog, hogy minden eseményen az ember képes legyen a lehető legjobb formáját nyújtani? Igen, körülbelül egy hónap felkészülés van mindegyikre, illetve pár hét pihenő utána ami nem, nem passzív, uh -huh. hanem aktív pihenő. Meg lehet nevezni ebből a verseny sorozatból számodra, melyik lesz a legfontosabb? egyértelműen a világbajnokság. Tehát a május végi rendezvény gyakorlatilag. Hát a Tehát, a többi az, az... Fel, úgymond felkészítő versenyek yes. addig. De azért nem árt, ha azok is jól sikerülnek. Igen, igen. Ha már említetted, ugye nyilván a sportág eredetét tekintve, akkor a legnagyobb konkurencia egyébként onnan jön, de Brazíliából? Igen, Brazíliából egyértelműen. a döntőkben mindig általában brazilok szoktak lenni. Mm. És most már azt lehet mondani, hogy azért ismered a súlycsoportodnak a fő ellenfeleit? Igen, persze. Tehát ilyen szempontból akkor, akkor egymásból kell készülni, igen, ilyen igen. tekintetben. Na hát akkor ez itt nagyon-nagyon izgalmas öt hónap, aminek a vége valóban egy komoly csúcspont a világbajnokság, címvédésre készülsz, gondolom, ugye? Hát szeretném megnyerni ismét, igen. Egyszerű. Na no, hát akkor azt gondolom, hogy lesz feladat bőségesen, Ehhez sok sikert és sok előtt kívánok neked, és Köszönöm akkor szépen. legyen okunk beszélgetni újra egy pár hónap múlva. Rendben. Köszönöm szépen.